Autópálya matricák. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az eddig eladott éves bérletek száma 20%-kal haladja meg a tavaly ilyenkor értékesített matricák számát. Influenza. Még mindig nem beszélhetünk a betegség járványszerű terjedéséről, de ahhoz, hogy ez így maradjon, minél több védőoltás beadására van szükség. Fejlesztések Apagyon. Közel 800 millió forint értékű beruházás valósult meg az ipari parkban, emellett a településen új bölcsődei csoportszoba épült 106 millió forintért. Minden eddiginél többen terveznek előre tudatosan, és választották a leginkább költséghatékony megoldást, az éves úthasználati jogosultságot, közölte a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A társaság adatai szerint összesen közel 187 ezer darab éves országos és megyei autópálya matricát vásároltak meg előre a 2023-as évre. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az eddig eladott matricák száma 20%-kal haladja meg a tavaly ilyenkor értékesített matricák számát. Most még csak vásárosnaményig közlekedhetnek autópályán Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az autósok, de a tervek szerint a jövőben az országhatárig fog érni a stráda. Az egész országban jelenleg mintegy 1600 km díjköteles útszakasz van. Nemzetközi viszonylatban is unikumnak számít a megyei matrica rendszer, amely egyre népszerűbb az autósok körében. Ez derül ki a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT legfrissebb adataiból. Van egy úgynevezett előértékesítési, illetve elővásárlási időszak, ez a 2022. decemberi hónap, december 1-től december 31-ig tartó időszak. Aki tavaly decemberben vette meg az éves matricáját, az 2023. január 1-től 2024. január 31-én éjfélig tudja használni, tehát aki elővásárlás során vásárolja meg éves matricáját, az 13 hónapig használhatja. Az éves matricáknak az érvényessége az egy fontos dolog. Az az alapvető szabály, hogy az éves matrica megvásárlás évétől, tehát a tárgyévet követő év január 31-én évfélig érvényes. A 2023-as Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei matricából mintegy 1300 darab fogyott a tavalyi évvégi elővásárlási időszakban. Ez az adat közel 20%-kal haladja meg az egy évvel korábbi számokat. Marcin Bence úgy fogalmazott, a megyei autópálya matrica rendszer egy költséghatékony megoldást tesz lehetővé az autósok számára. A magyar elmatrica rendszernek ez a megyei matrica része, ez egy unikum, tehát ez máshol nem található meg. Aki Magyarországon autópálya matricát vásárol, az előre tud gondolkodni, meg tudja választani, hogy milyen termékeket szeretne használni, hogy mi az, ami neki megéri. És ebben nagy segítség a megyei matrica, mert van, aki azt mondja, hogy neki nem éri meg egy éves országos autópálya matricát venni, helyette vesz három megyei matricát. Marcin Bence azt mondta, ha valaki autópálya matrica nélkül hajt fel a pályára, 60 perc áll rendelkezésére, hogy megváltsa az ehhez szükséges engedélyt, anélkül, hogy bírságot szabnának ki rá. Az autópálya matricát azt a felhajtás előtt kell megvásárolni, de van egy olyan lehetőség, hogy aki felhajtott a díjköteles úthálózatra, és eszébe jut, hogy neki erre nincs érvényes jogosultsága, akkor 60 perc áll rendelkezésre, hogy azt megvegye. Ilyenkor például, hogy autópályán közlekedik valaki, akkor a következő pihenőhelyre lehajt, nem is kell ott üzemanyagtöltőállomásnak lennie. Én az online felületükben a nemzetiudi.hu oldalt szoktam ajánlani, mert a társaságunk biztosítja az egyetlen olyan online értékesítési felületet, ahol nincs kényelmi díj. Tehát aki nálunk a nemzetiudi.hu oldalon vásárolja meg elmatricáját, az ugyanannyit fizet érte, mintha egy töltőállomáson venné meg. Az autópályák mellett valamennyi díjköteles úthálózattal kapcsolatban segíti a sofőröket a nemzetiudi.hu oldal, amelyen térképek is mutatják, mely útszakaszok használhatók ingyenesen és melyek díjkötelesek. Még mindig nem beszélhetünk az influenza járványszerű terjedéséről, de ahhoz, hogy ez így maradjon, minél több védőoltás beadására van szükség, mondta Kis Csaba. A háziorvos úgy látja, bár az év utolsó hetében csökkent az influenza-szerű megbetegedések száma, a közeljövőben a járvány felfutására lehet számítani.
A szakemberek jóslatai szerint általában december végén, január elején érheti el Magyarországot az influenza járvány, amelyhez idén potyautasként betársult még a koronavírus és az úgynevezett RSV fertőzés is, amely miatt egyesek tridémiának is nevezik ezt az időszakot. A karácsonyi ünnepek és az újévi szabadságolások azonban úgy látszik, nem csak a pihenés miatt, de a járvány visszaszorítása szempontjából is áldásosak voltak. Erre utalnak legalábbis a januári esetszámok, amelyek alapján Kis Csaba háziorvos azt mondta, egyelőre nem beszélhetünk járványról. Évről évre azt látjuk, hogy az influenza elleni védőoltás az hatékony, de azt is látjuk, hogy sokkal kevesebben veszik fel az oltást, mint amennyi ideális lenne. Tehát azért a lakosságnak sokkal kisebb százaléka veszi fel évről évre az oltást, mint amennyire szükség lenne, úgyhogy jó lenne, hogyha többen jönnének az oltásra. Van is egyébként még rá lehetőség, van oltóanyagunk, úgyhogy és ajánlott is még az oltásnak a felvétele. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint december 26-a és január 1-e között az országban 134 ezer fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 12.900 főnél diagnosztizáltak influenza-szerű megbetegedést. Az esetek valamennyi korosztályt érintették, de a legnagyobb százalékban a gyermekek és az aktív korúak körében volt jellemző. Mivel az orvosok szerint az influenza okozta megbetegedés kockázata sokkal nagyobb, mint a védőoltásé, ezért fél éves kor felett mindenki számára ajánlott az oltás felvétele. Ennek ellenére a lakosság körében Kis Csaba háziorvos tapasztalatai alapján egyre kevésbé népszerű. Valószínűleg ez a téli szünet most azért jót tehetett így a különféle vírusok terjedésének a megakadályozásának, mert hát nem voltak úgy közösségben a gyerekek, a szülők is kevésbé voltak emiatt, tehát ugye sokan otthon maradtak a gyerekekre vigyázni, stb. Emiatt azért olyan nagy terjedés, mint az utóbbi hetekben nem volt szerintem megfigyelhető, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Viszont most, hogy újra visszakerültek a közösségbe, várható, hogy az esetszám nem csak az influenzának, hanem az egyéb ilyen felső légúti megbetegedésnek majd növekedni fog. Magyarországon idén 1,3 millió védőoltás áll rendelkezésre, és a háziorvos hangsúlyozta, a vakcina beadása után a felnőttekben körülbelül 2 hét alatt alakul ki a védettség, ezért tanácsos még a járvány berobbanása előtt beadatni. A szakember hozzátette, az oltóanyagban nincs élő kórokozó, tehát a védőoltástól nem lehet megbetegedni. Az év elején is készhez kapja valamennyi ingatlan használó a hulladékgyűjtő edényre felragasztandó matricát, ezt a 2022-es év utolsó negyedévére vonatkozó 2023. januárjában postázott számla levéllel együtt küldik ki. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Arra kéri a lakosságot, hogy a gördülékeny hulladékszállítás és a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében ragasszák fel mihamarabb a számla levélhez mellékelt matricát. Amennyiben valaki nem kapott ilyet, az EAK ügyfélszolgálatán jelezheti, kérheti annak pótlását. Ez a matrica azt bizonyítja, hogy az adott felhasználási hely szerepel a mi nyilvántartási rendszerünkbe, oda rendszeresen számlát küldünk, tehát jogosan vesz igénybe a hulladékközszolgáltatást az az illető, illetve az a lakcím. Közel 800 millió forint értékű beruházás valósult meg az ipari parkban Apagyon, emellett a településen új bölcsődei csoportszoba épült 106 millió forintért, és más infrastruktúrális fejlesztéseket is befejeztek. Kis István polgármester azt mondta, van nyertes energetikai pályázatuk erre az évre, és a turisztikai fejlesztéseket is folytatni szeretnék. Miközben a gyerekek az ebéd után sziesztájukat töltik, Kis István polgármester és Kovács Sándor országgyűlési képviselő csendben átvágják a szalagot. Először egy mini bölcsödét kezdtek el építeni 106 millió forintból, végül teljes bölcsödei szobát alakítottak ki önkormányzati forrásból Apagyon az óvoda épületének kibővítésével. Oktatás területén sikerült egy bölcsődét bővítenünk egy újabb csoportszobával, ezen kívül a Magyar Falus programok keretében építettünk járdát, építettünk a temetőnek a felújításán keretében urnafalat, urnasírhelyeket, a vidékfejlesztési pályázat keretében építettünk egy külterületi utat, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy a turisztikai fejlesztés is folyamatban van, aminek a befejezési határideje jövő év eleje.
Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a bölcsődék nem csak a kisgyermekeknek fontosak, hanem a munkaerőpiacra visszatérni akaró édesanyáknak is. Az elmúlt 4 évben csináltunk egy mérleget, több mint 96 milliárd forint érkezett a vállalkozásokkal együtt a régióban, és azt gondolom, hogy ez gazdaságélénkítési szempontból, mivel a bölcsőde az bármilyen fontos, ez egy gazdaságélénkítési projekt is, amely ez a családpolitikát old meg az adott településen, hiszen azok az anyák, azok a családtagok, akik el szeretnek menni dolgozni, a bölcsőde leveszi a gyermekgondozási problémát az ő mindennapi időbeosztásából, és el tudnak helyezkedni újra a munkaerőpiacon. Ennek egy része egy régebbi lépése, amikor a 40 éves munkaviszony után elmehetnek a nők nyugdíjba, hogy ők nagymamaként szeretnének segíteni, tehát ez a bölcsőde és a korai nyugdíjazás azt gondolom, hogy segít a foglalkoztatás politikai eszközként a munkaerőpiaci elhelyezkedésre. Ez kiválóan működik. Polgármester azt mondta, uniós és hazai forrásokat egyaránt nyertek az utóbbi időben. A beruházások tekintetében sikerült felépíteni egy sűrítő és egy lakatos üzemet az önkormányzat tulajdonában lévő KFT pályázatán keresztül, és kiépítették az ehhez szükséges infrastruktúrát. Beruházások tekintetében egy 3 éves ütemet zártunk a ipari terület fejlesztése vonatkozásában. Ez azt jelentette, hogy sikerült felépítenünk egy sűrítőüzemet, egy lakatos üzemet a önkormányzat tulajdonában levő KFT-nek a pályázatán keresztül. Ehhez kapcsolódó infrastruktúrát az ipari területen vittünk be vezetékes gázt, kiépítettük a ivóvízhálózatot, új transzformátorállomások épültek. Ezen kívül útépítés és egy 10 megás lágazó hálózat fog kiépülni, ebbe az évbe fog befejeződni, ami további fejlesztési lehetőséget fog megalapozni. A ipari területnek, amit említettem, a fejlesztése az egy közel 3 éves intervallumra tehető, de ez egy 800 millió forintos nagyságrendű ipari területfejlesztés. Azon kívül pedig a Magyar Falu, illetve uniós forrásból közel egy 300 millió forintos nagyságrendű beruházás érkezett a településre. Az önkormányzat számára az idei év legnagyobb kihívását a megemelkedett rezsiárak jelentik, különösen a közvilágítás finanszírozásának megoldása, nyilatkozta Kis István polgármester. Sajnos évvégére hozzánk is ez begyűröztek ezek a energiai kiadások. Elsősorban a közvilágítás jelent a legnagyobb problémát. Ez nálunk 500 ezer forintos nagyságrendű 3 millió forintra emelkedett havonta, ami a rendelkezésünkre álló normatívából teljesen lehetetlen megtéríteni. Az intézményeknél nyilván ugyanúgy megnövekedtek a gáz, illetve villamosenergi árak, hát ennek a kifizetésén, illetve megoldásán energiai takarékossági intézkedéseket meghoztuk. Reméljük, hogy az intézményeket tudjuk kezelni, a közvilágítás egy óriási problémát jelent. A polgármester hozzátette, 2023-ra is van megnyert energetikai pályázatuk az óvoda és bölcsőde számára, emellett további turisztikai pályázatokat is terveznek benyújtani. Péntek reggel Újfehértóról indult, és hétfő délután Nyírbátorban élt célba az az emlékmenet, amelyet 11. alkalommal rendeznek meg a Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg 1943. januári Don Menti harcaiban hősi halált halt, megsebesült, eltűnt, fogságba esett, és a harcokat túlélők emlékére. Menet közben 4 nap alatt 19 településen tartanak megemlékezést a helyi II. Világháborús emlékműnél. Érpatak határához ért a Donkanyar áldozatai tiszteletére tartott emlékmenet péntek délelőtt 10 óra tájban. A szervező Honvédsuli Egyesület célja, hogy 200 kilométert gyalogszerrel megtevő emlékmenettel tisztelegjen a Don menti harcokban résztvevő magyar katonák előtt. Kovács Zsuzsanna szerint a közösen megtett emlékmenet segíthet a résztvevők számára elképzelni, milyen lehetett a II. Magyar Hadsereg hősei között menetelni a fronton. 22 éve szerveznek országszerte hasonló meneteket, amihez Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye is csatlakozott.
11. esztendeje hajtjuk végre ezt a menetet. Először rövid etápokban képzeltük el a menetet, majd későbbiekben kiderült, hogy a fiatalok, még a 7 éves és a 9 éves fiatalok is nagyon bírják ezt a menetet, úgyhogy így 200 kilométerre álmodtuk meg. Azért 200 kilométerre, mert ugye 2000 kilométerre van tőlünk a Donkanyar, illetve 200 kilométeres frontvonalat védtek a Don mentén a mi bakáink. Kovács Zsuzsanna hozzátette, a diákok számára a menetet megelőzi egy szakmai elméleti felkészítés, akik pedig útközben csatlakoznak, azok számára is folyamatosan próbálják testközelbe hozni a történelmet. Jól lehet, a mínusz 40 fokos farkasordító hideget, amelyben a bakáknak kellett helyt állni, nehéz elképzelni a mai időjárási körülmények között. Újfehértón 750 elesetről tudunk, akik a második világháborúban életüket adták Magyarországért. Itt Érpatakon 58 elesetről tudunk, 58 hősről, akik parancsot teljesítve életüket adták a hazáért. Jó Istenem, hol fogok én meghalni? Kozma Kinga felhívta a figyelmet a fronton szolgáló ápolónőkre is, akik szintén részesei voltak a magyar hadtörténet egyik legnagyobb katasztrófájának. Emellett hangsúlyozta, a korabeli levelezések arról tanúskodnak, hogy a katonák még elfagyott lábbal is megkíséreltek hazajutni. Van olyan beszámoló, ahol elmondták, hogy konkrétan elfagyott a végtagjuk, és itt ugye a lábuk is, és mikor a az orvos kihámozta a lábát a bakkancsból, illetve már nájlont húzott rá a lábára, hogy ő tudjon menni, akkor az orvos az megkérdezte, hogy még tud menni, és hogy nem tud tovább menni, tehát amputálni kell a lábát. Ő csak annyit mondott, hogy igen, de én haza akarok menni, tehát hogy ő haza akar menni, és otthon akar meghalni, ha meg kell halnia. A megemlékezésen koszorút helyeztek el a háború áldozatainak emlékére, a kadétok pedig folytatták útjukat Geszteréden és Balkányon keresztül Biribe, amely a négynapos menet első napjának utolsó állomása volt. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el az Év Madara akciót, amelynek célja a természetvédelmi problémákkal érintett fajok, madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. A 2022-es internetes lakossági szavazáson a legtöbb voksot a barkós cínege kapta, így idén ez a faj az év madara. Magyarországi állománya 6000 pár körül mozog, védett madár, eszmei értéke 50 ezer forint. A barkós cínege egy specialista, ezen belül is a szélsőségesen specialista, csak nádasokban, gyékenyekkel, vegyes nádzónában él, és annyira megtanult ehhez az élőhelyhez alkalmazkodni, illetve ez annyira gondoskodó tud lenni a hozzá alkalmazkodott fajokhoz, például a barkós cínegéhez, hogy nem is kell elvonulnia. Nyáron elsősorban rovarokkal táplálkozik a nádasban, a nádasnak nagyon gazdag a rovarvilága, különösen a kistermetű vagy egészen miniatűr rovarokra, hogyha gondolunk például akár a levéltetőre. Ilyenkor a téli időszakban pedig elsősorban a nád és a gyékény magjait fogyasztja a barkós cínege, tehát ilyen szélsőségen tudott hozzá alkalmazkodni. Ha valaki szeretne ezzel a fajjal találkozni, akkor ne az ilyen patakmenti néhány méter széles nádasokba keresem, ott nem fog velük találkozni. Az igazán széles, tehát több tucat, de inkább 100 méterekben mérhető szélességű nádasokkal rendelkező természetes és mesterséges vízállások partján kereshetjük, és elsőként szinte mindig
a hangjuk, egy ilyen csilingelő, csapat összetartó hangjuk van, hihetetlenül bájos, nehéz eldönteni, hogy maga a madár jópofább, vagy tetszetősebb, vagy a hangja. A hétvégén folytatódik a bajnokság a Fátum Nyíregyháza számára, az Extra Liga tabellájának 6. helyén álló röplabdázók a 2. helyezett Békés Csabát fogadják. A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti csarnokban. 7 fordulót követően az alapszakasz felénél 2 győzelemmel és 5 vereséggel a tabella 6. helyén áll a Fátum Nyíregyháza. Az őszi időszak nem úgy alakult a csapat számára, ahogyan azt a szurkolók elképzelték, menet közben edzőcsere is történt, a görög Leonidas Gajtanakis a szlovákiai Tomás Varga váltotta. A Challenge kupától a Csepp Rosztajovval szemben mindkét meccset idegenben játszva 2 vereséggel búcsúzott a Nyíregyháza, a Magyar kupában viszont várhatja a Vasas elleni párharcot a Fátum. A bajnoki szereplés miatt azonban lehet hiányérzet a játékosokban és a vezetőkben. Összességében, ha a csapat helyezését nézzük, akkor talán azt mondhatom, hogy igen, viszont a mostani játéképét és azt a fejlődő tendenciát, amit mutat a csapat leginkább az edzőváltás óta, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó úton vagyunk. Maga az edzőváltás is jól sült el, hiszen az első mérkőzés még a régi vezetőedző másodedzőjével, illetve az új vezetőedző másodedzőjével, Pampuk Csabával sikerült megnyerni, és azt gondolom, hogy utána elindultunk egy olyan úton, amit mutat ugye a kupába való legjobb 4-be kerülés, hiszen az első célunkat decemberre teljesítettük, ami abszolút jó irányt mutat. Én azt látom, hogy abszolút elérhető az a cél, amit kitűztünk, hogy a bajnoki érmes helyezések egyikét tudjuk elérni, hiszen annyira sűrű a mezőny a 3.-tól a 6.-7. pozícióig, hogy akár egy győzelemmel is ott lehet a közvetlen éllovas Vasas Békés Csaba mögött bármelyik csapat. A bajnoki szünetben több csapatnál is volt játékos mozgás. A nyíregyháziak jelen állás szerint a jelenlegi kerettel játsszák végig a szezont. Amíg bármelyik sportágban nincs vége az átigazolási időszaknak, addig felelősen nem lehet azt mondani, hogy nincs további változás a keretben. Szakmailag én azt gondolom, hogy jól sikerült kiválasztani mind a légiósokat, mind a magyarokat. Most ugye egy magyar lány távozott a keretből, viszont a saját utánpótlásunkra szeretnénk fókuszálni azon a pozíción, így került fel Földi Boglárka teljes értékű játékosaként a Fátum keretének. Illetve január 31-ig tart ez az átigazolási ablak, addig természetesen bármilyen sérülés, olyan jellegű betegség történhet, ne történjen. Tehát azt nem mondhatom, hogy nem változhat a keret, de mély, nagyságrendi változásokra azért nagy valószínűsége már nem fog sor kerülni. A Fátum Nyíregyháza Békés Csaba mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti csarnokban. A 8. forduló további párosítása a következő, Kaposvár MTK Budapest, Vasas Óbuda Újpest és Székesfehérvári Mávelőre Szent Benedek Röplabda Akadémia. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Minden eddiginél többen terveznek előre tudatosan, és választották a leginkább költséghatékony megoldást, az éves úthasználati jogosultságot, közölte a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. A társaság adatai szerint összesen közel 187 ezer darab éves országos és megyei autópályamatricát vásároltak meg előre a 2023-as évre. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az eddig eladott matricák száma 20%-kal haladja meg a tavaly ilyenkor értéke. Matricák számát. Még mindig nem beszélhetünk az influenza járványszerű terjedéséről, de ahhoz, hogy ez így maradjon, minél több védőoltás beadására van szükség, mondta Kis Csaba. A házi orvos úgy látja, bár az év utolsó hetében csökkent az influenza-szerű megbetegedések száma, a közeljövőben a járvány felfutására lehet számítani. Közel 800 millió forint értékű beruházás valósult meg az ipari parkban Apagyon, emellett a településen új bölcsődei csoportszoba épült 106 millió forintért, és más infrastruktúrális fejlesztéseket is befejeztek. Kis István polgármester azt mondta, van nyertes energetikai pályázatuk erre az évre, és a turisztikai fejlesztéseket is folytatni szeretnék. Január 13-án pénteken a Kölcsei televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel jelentkezünk majd. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra!
Pénteken a frontális felhőzet kelet felé elvonul, de főleg az észak-keleti-keleti megyékben maradhat réteg felhőzet. Délelőtt már inkább csak a Tiszántúlon eshet. Kora délután 4 és 7 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap erősen felhős vagy borult idő valószínű, több helyen előfordulhat szitálás, majd eső, zápor. Napközben 8 fokig melegszik fel a levegő.